Miroslav Márcsek beismerte Ján Kuciák szlovákok nyomozó újságíró és barátnőjének megölését hétfőn a főtárgyalás első napján. Márcsek az 1-es, 2-es és 3-as pontokban vallotta bűnösnek magát, vagyis a pár, illetve Péter Molnár meggyilkolásában, valamint engedély nélküli fegyverviselésben. A másik vádlott Marian Kocsner csak az engedély nélküli fegyverviselést vallotta be, míg a harmadik, Alena Zsuzsova ártatlannak vallja magát. A Kuciák család ügyvédje Daniel Lipschitz a tárgyalás előtt arról beszélt, mi várható a főtárgyalás legelső napján, hogy az összes vádlott vallomást tesz, a vádiratot felolvassák, a védőügyvédek nyilatkozatai is elhangzanak, aztán következnek a tanúvallomások. Mivel az ügyet rendkívüli média érdeklődés kíséri, a tárgyalást nem a speciális büntetőbíróság épületében tartják, hanem az Igazságügyi Akadémia szomszédos épületében, ahová befért a több száz szlovák és külföldi újságíró. Ján Kuciákot és mennyasszonyát 2018. február 21-én gyilkolták meg nagymácsédi házukban. A kettős gyilkosságot számos tüntetés követte, melyeket a Tisztességes Szlovákiáért kezdeményezés szervezett. Az ügybe belebukott a kormányfő Robert Fico és távozni kényszerült posztjáról. A gyilkosság megrendelésével Marian Kocsner nagyvállalkozót gyanúsítják. Az október végén közzétett vádirat szerint Kocsner, akivel Kuciák sokat foglalkozott, nem talált terhelő információkat az újságíróra, ezért juthatott arra az elhatározásra, hogy a riportert meg kell ölni, hogy ne közöljön róla többé semmit.